A több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő nyírségi torna a legnagyobb sakkverseny a keleti régióban. Az elmúlt években számos neves sakkozó ült asztalhoz a viadalon, amely továbbra is népszerű a versenyzők körében. Ezúttal is érkeztek határon túli sakkozók, és a hazai élvonalat is többen képviselik a népes mezőnyben. Most kisé szűkebb a mezőny, Ukrajnából és Magyarországról jöttek különféle tájegységekről a sakkozók, mind a gyerekek, mind a mesterek. Mesterek érkeztek határon túlról, illetőleg érkezett egy mester Budapestről is egy ifjú titán, majd kiderül, hogy a korábbi tornagyőztes Prokopisinnek áll a zászló, vagy a fővárosi egyetemista Csirik Andrásnak, vagy esetleg valamelyik másik fiatal tehetség fut be az A csoporton, a mesteri csoportban, a bajnoki csoportba. A több mint 100 résztvevő 4 kategóriában méri össze tudását a svájci rendszerű viadalon. 4 csoportban bonyolítjuk le a küzdelmeket. A mesteri csoport emellett még értékszámtól függően van egy B és egy C csoport is. Ezen 3 csoportban csak és kizárólag minősített, tehát jegyzett sakkozók indulhatnak el. A D csoport az pedig a gyerekeknek a szabadidős jellegű nem verseny sakk csoportja, ahol értékszám minősítés nélkül indulhatnak el a gyerekek 16 év alatt, bárki az utcáról bejöhetett és nevezhetett a versenyre. A nyírségi tornán holnaptól augusztus 31-jel bezárólag reggel 9 órakor kezdődnek a mérkőzések a Continental Arénában. A versenyhez kapcsolódóan szombaton 16 órától egy villámsak tornát is rendeznek a Kossuth téren.